Üdvözlöm a kedves televízió nézőket! Egy újabb főzős műsorral jelentkezünk Önöknek. Az elmúlt adásunkban Ildikó, Farkas Ildikó most is, aki be fogja mutatni nekünk ezt a fortét. Az elmúlt adásunkban a szerecsendiós sárgabósó krémlevest, illetve a karamellás dióval töltött körtét mutatta be nekünk. Köszöntelek, Ildikó, ezúttal mit mutatsz nekünk? Én is köszöntelek benneteket. Egy süteményt hoztam, Medgyes Zuzmó a neve. Ez egy ilyen kevel sütemény, megpakoljuk a tetején, nagyon egyszerű. A leves pedig egy tejfölös burgonya gombóz leves lesz. Egyébként a netről szerintem mindig ezeket az érdekes recepteket megfőzöm, kipróbálom, hogyha jó, akkor elkészítem természetesen többször is. Úgyhogy most azt fogjuk elkészíteni. Nyilván akkor ez egy újabb kihívás, egy újabb újdonság. Hát az első nekem az volt, persze, de amikor láttam, hogy mindenki, kaptam ilyen kommenteket például, hogy pályát éveztettem, nem éveztettem pályát, mert azért van, amit nem mernék hozzáfogni, de amit, de nekem inkább hobbi, kikapcsolódás, ennyi. Mivel kezdünk? Feltesszük pirítani a hagymát, a levessel fogunk kezdeni nyilván, én arra kérnélek meg, hogy a burgonya gombócnak az alapanyagot állítsd össze. Itt én már reggel elkészítettem a krumplit, tehát megfőztem sima sós vízben a burgonyát, és akkor ezt légy szíves összedolgozni kettő kanál liszttel, két-három kanál liszttel, sóval, borssal, és kettő darab tojással. Rendben. És ezt összekészítem, én meg addig kezdem rendesen, gyakorlatilag egy rántásos alapja lesz a levesnek, tehát hagymát pirítok, utána egy kis piros paprika, mint amikor pörkölt, egy kis liszttel megszórom, felengedem vízzel, és ebbe fog még belekerülni majd akkor a gombóc, amit te akkorára elkészítel, és a füstölt kolbász. Rendben. És elfelejtettem mondani, hogy ugye só, bors és egy kis petezselmet is fogunk beletenni. A levébe is természetesen ízesítőként, de magába a burgonyába is. Igen. Úgyhogy ebbe léci a tojást beletenni, és a két kanál lisztet meg a fűszereket. Én addig hozzáfogok a levesnek a kaihoz. Rendben. De mindig megijedeket a gáztűzhelytől, tehát az enyémet oda tartom, meggyújtom, nagy nehezen elindul a tűz, így meg akkora lánggal csap föl. Megcsináltad a múltkor a költét? Azt mondtad, megcsinálod. Igen, megcsináltam. És? Nem raktam föl, de a családnak tetszett. Íz lett. Nálunk mindenki szereti a körtét. Mit csináltál másképp egyébként? Vagy teljesen ugyanúgy csináltam? Teljesen ugyanúgy csináltam. Neked volt-e valami újdonság mostanában? Igen, tennap a csirkém. Csináltam egy ilyen havajos csirkét. Tehát ilyen ananász, ugye ha havajos, akkor mindig azt tudni, hogy az mindig ananászt jelent. Így van. És tehát ez egy páclébe volt egy napig, ez a csirkecomb, ilyen ananászlé, szójaszósz, ketchup, volt ebben minden. És most ezt csináltam meg, de egyébként ez is fent van az oldalamon, tehát meg lehet találni a recepteket. Ízlés szerint? Ízlesíthetem? Szerintem persze. Soha nem szoktam méricskélni, hát nagyon ritkán. Hát inkább só. Előre készültem már szinte mindennel. Hát igen, mert könnyebben otthon nem szoktam. Otthon egyre nem vagyok. Ott csak kikapom a szekrényből, aztán kész, de hát nyilván itt arra. Ezt hogy nézek ki most, elkezdeni szaladgálni meg. Ide készítettünk mindent, és akkor így jó. Könnyebben haladunk. Persze. Van egy nagyon jó oldal, nem tudom, lehet reklámozni, vagy nem. Mindegy. Majd aki kérdezi a neten, annak megsugom. És az a lényeg, hogy Magyarország különböző tájegységeinek régi elfeledett ételeit, vagy hagyományos ételeit lehet megtalálni recept formájában és videó formájában, és az a lényeg, hogy ez a kettő, ez mind a kettő erről az oldalról van. Értem. Tehát akkor az nevezhető hagyományosnak mindkettő. Így van. Mennyire kell lágynak vagy keménynek lenni a gombócnak? Szerintem egy ekkora mennyiséget. Én két kanál lisztet tettem eddig bele. Két mennyiséget. Biztos, hogy benne egy két tojás meg fog fogni. Ez a belenézek már a receptben, hogy valamit kihagyjak. Mert ugye kétszer készítettem még, azért még néha bele szoktam nézni. Biztos, hogy elég a két tojás. És
akkor majd szépen kigombol. Várj, arrébb teszem. Elférek tőle szerintem. És amikor feltesszük, elkezd főni a leves, és mikor a gombóc megfőd, akkor már a kolbász pláne, mert eleve is a kolbász az kész van. Mennyi petrezselyem zöld? Hú, nyugodtan beletettek. Én egyébként imádom. Én nagyon szeretem én is. Magába képes vagyok enni. Mondjuk óvatosan kell vele bánni, mert vízhajtó hatású. Tudom, mondjuk az nekem nem át. Ez egy jó kis, megint kis tartalmas leves. Nem egy drága, nem egy nehezen elkészíthető. Pillanatok alatt kész van. Ezt olyanoknak lehet ajánlani, aki gyorsan akar kevés finomat. Kevés ideje van, igen. Igen. Nagyon apróra szoktad, vagy rusztikusra hagyod? Rusztikusra, nem muszáj. Egyébként meg ki hogy szereti. Nekem már így is jó. De most csináljuk a teítésed szerint, jó? Köszi. Szoktam venni néha ezt a szárított petrezselyt, mert egy semmi íze. Nem szeretem. Semmi. Hál' Istennek anyuna elég nagy helyen terem. Télen meg lefagyaszt ilyen kis vajas dobozokba. Én is úgy szoktam. Szerintem ez lassan jó is lesz. Lehet, hogy hozok egy kis tálba vizet, és akkor majd vizes kézzel majd gombócolja belefele. Egyébként a múltkor is néztem, hogy ez a krumpli adag, tehát ez egy kicsit sok. Tehát szerintem nem fogjuk mindet kifőzni. Egyébként a recept hány személyre írja? Egyébként négy személyre írja, de én most dupla adagot fogok csinálni, tehát 8 személyre fogom megfőzni, de most, hogy csak... És a krumplit is úgy mértem, ahogy a recept mutatja, de most én belenézek, és ezt úgy gondolom, hogy bele fogom szaggatni a vízbe, az egész egy massza lenne. Uh-huh. Tehát nyilván majd látjuk, hogy mennyi lesz az, amit beleszaggatunk. Mennyit bír el a lé. Megmosom a kezem, és hozok én vizet. Igen, mert végül is ez nem soká fel fog főni, sőt át fogom tenni egy másik tűzhelyre, ahol hamarabb fel fog főni, másik gázégőre. A vízre már nem is igen van szükségünk, ezt elteszem innen. Nekem annyira lesz most egy picit szükség, hogy ez egy rántásos leves. Akkor ne vigyem messzire. Nem. És én a lisztet nem előtte szoktam rátenni ennél a levesnél, mert akkor egy ilyen pici panállal kell csak. Vizet? Igen, az már jöhet. A paprikát ne így. Ilyenkor egy kicsit meg szoktam folytani a liszt meg a paprikát, mert ugye ez nem egy pörkölt lesz, de mégis rántásos. És akkor erre teszünk egy pici vizet. Jaj, most nem, de forró. Ugye annyira éget ez a... Szólj. Szerintem bele is önteted mindent most már, sőt, lehet is felfőni. Végülis ebbe már az alapanyagokat fogjuk beletenni. Teszünk bele 2 kereszt fokhagymát. Hozzak még egy kancsót, szerinted? Nem. Megoldjuk. Szerintem is még egy adag? Szerintem simán mehet egy adag. Aha. Kis delikát, só, bors, alapfűszerek. Nyilván nagyon csínyán kell bánni a delikáttal és a sóval, mert a kolbásznak is van egy sótartalma, elég jelentős meg fűszertartalma. És szerintem ez már biztos, hogy elég is lesz. Amikor elkezd felfőni a víz, akkor beleszaggatjuk a gombócokat. És szerintem amíg ez felfő, addig úgy sincs mit tennünk, kicsit lapakolunk, és szerintem fogjunk hozzá a süteményhez. Oké, gyorsan kigombócolok. Fele. Aha, igen, akkora. Még ez is. Az egy mokadám dió. Igen, ez végig is nem fog megdagadni. Egy. Sőt, lehet, nem is kéne kigombócolni. Gombócoljuk. Könnyebb bele dobálni.
amíg az Illico által előkészített úgynevezett rántásos alaplé felfőtt, addig diónagyságnyi golyókat készítettünk a lisztes tojásos, fűszeres törpurgonyából. Na, még vagy kettő, talán. Figyelj, beleszaggatjuk, és akkor utána majd még gyorsan dobálom bele, hogy látjuk. De egyébként szerintem meg elég lesz. Oké. Okay. Most azt várom, hogy annyira felfőjön már, hogy meg tudjam ízlelni egy kicsit, hogy mi kell még bele, meg hogy a kolbászból főjön már ki egy kis íz. Majd látjuk. A levesbe vágják még össze petrezselyem zöld? Igen, igen, az is mehet, mert még a végén is meg fogjuk szólni. Tehát én szerintem az egészet bele is fogom tenni, ami ott van. Én annyira imádom. Ne tegyük bele mindet, szerinted? Én simán bele tennék. Vágjon fel az összeset? Nem vág fel, egy kicsit csak, mégiscsak sok lesz. Majd legfeljebb a tetejére egy pár szemet díszítésként dobunk. Tudsz ilyen séf mozdulatokkal vágni? Nem. Egyedül ezt, hogy a vágódeszkáról nem emelem fel. Aha. De ez sem minden esetben sikerül, mert volt már, hogy az ujjamat elvágta. Na hát, akkor ezzel is meg vagyunk? Igen. Akkor már szerintem most sem nagyon kell, csak a végén esetleg. Aiksandra, imádom. Hidegen megenném így, szerintem pedig még sót van. Az alapléhez a burgonya gombócokon kívül minden fűszer hozzávaló belekerült. Míg az ízek összefőnek, Ildikó azt javasolta, kezdjünk hozzá a sütemény összeállításához. Mit szólsz hozzá, hogyha hozzáfog a sütihez? Már van időnk. Még az felfő? Nyugodtan. Oké. Okay. Az a vágódaszka már szerintem nem is kell, itt kell. Nem. Az közben van nekünk egy ilyen szubú, ezt imádom ezeket a dolgokat. Jó, csináljuk úgy, hogy én teszem bele, amit kell, te meg kavarod, kutyolod össze, mérem okay. És teszem, és akkor így sorba lesz, jó? Jó, rendben. Akkor kezdjünk. Mérleng? Igen, valaki van rajta. Igen, jó. Egy daráska. Ezt most segíts nekem, mert nekem ott nem benyom. Úgy. Ja, és ennyi. Igen. Jó. De egyébként ki fog kapcsolni. De igen? Majd mielőtt belerakod, azelőtt kapcsolt be. Jó, ki fog magától kapcsolni. Oké. Akkor ide teszem, hogy ne csurogjon a megmaradt tojás. Jó. A tojás hébe. Na. Ez főtt tojás, vagy? Oké, meg vagyunk. Jó, tehát két tojással kezdtünk. Igen. Teszünk bele 30 dekagram olcukrot. Nem fogom lemérni, mert ha 20 deka lesz, 20 deka lesz, ha 32, ez egy fél kilós kiszerelés. Szerintem 25, akkor ez pont jó. 30 deka olcukrot. És én hozzáláthatok? És már hozzáláthat, és mindjárt teszem hozzá a többit. Teszem bele, jó? Mm. 3 deciliter, én nem fogom mérni. Kb. 1, 2, 2, kb. 3. 3 deciliter. Kettő deciliter olaj, ezt is számoljuk valahogy. Egy? Én szerintem egy, kettő, egyébként még innen is látjuk. Satszper, igaz? Jó. Körülbelül. Kb. Jó, én addig ebbe a mérlegbe úgy is mérni kell,
összekavarom a száraz anyagot. Jó, rendben. Kicsit kavarod, okay. Akkor én belemérem. És akkor a száraz anyag az 40 deka liszt lesz. Azt sem fogom egyébként nagyon mérni, ez majdnem egy kilós liszt. Körülbelül a fele, egy kicsivel kevesebb. Kakaópor. Ezt hál' Istennek kanállal kell mérni. Ebből a lisztből csak kiveszek egy picit, mert szerintem ez több. Két kakaópor. Egy sütőpor. És egy kávés kanál, teás kanállal is lehet szódabikarbóna. Tulajdonképpen ennyi a száraz anyag tartalma? Ennyi. Ennyi, nem kell bele több. Ezt fogjuk majd minden szépen oda beladagolni, szerintem utána még a géppel is jó kis csomómentesen fogjuk tudni. Uh-huh. Hogy lesz neked könnyebb? Oda bízom. Először kérek egy kicsit bele, ne legyen ennyire folyós, és akkor majd utána látjuk, hogy... Át kell váltani robotra, vagy kézi maron. Igen. Tényleg nagyon egyszerűen összedobható. Persze, nincs ez a semmi gond. A tetejét meg gyakorlatilag csak megszórjuk azzal, ami a meggyel, a dióval, a túrót fogjuk rákanalazni, mindjárt elkészítjük a túrótöltöléket. Lehet használni is. Mondjuk erdei gyümölcs, bármilyen gyümölcs. Persze. Tegyem bele? Hogy látod? Majd a végén, igen, majd a gépivel összefogom, hogy egy kicsit a kakaópor. Tehetsz bele nyugodtan. Ja, tehetem. Aha. Jó. Jó. Én meg addig, amíg te ezt kikavarod, én meg elkészítem a túrótölteléket. Rendben. Meg begyújtom a sütőt szerintem most már, mert... Előmelegített sütő szükséges? Persze, igen. Kétféleképpen szoktam a túrótölteléket, tehát valamikor a fehérjét is kérik bele, valamikor csak a sárgáját. És amikor a fehérjét beteszem, akkor mindig kemény. Te hogy szoktad? Én a fehérjét fel szoktam verni habverővel, és úgy szoktam hozzá keverni, és akkor nem kemény. És azért kemény, mert nem verik fel előtte. Így van. Akkor jó, akkor ezt mind a kettőt így tudjuk. Hozom a túrót. Ha felverik habbá, akkor olyan lágy lesz akkor a töltelék. Akkor nem is kellene bele menned a keverővel. Mert akkor ugye a tojásfehérjét nem tudjuk, hanem akkor ez már szerintem így marad, hogy mindjárt beleborítjuk a tepsibe. Úgy látom egyébként, hogy szerintem egyneműsíteni tudtam kézzel is. Még azért egy picit keverek rajta. Biztos, hogy sima legyen a tésztája. Egyébként az állaga megfelelő? Teljesen jó, persze. Ez egy ilyen kavart tészta. Közben mondom a túrónak a töltelékét, tehát fél kiló túró kell, egy vaníliás cukor, 15 g pólcukor, amit most ki fogunk egy kicsit egészíteni. Rendes cukorral is nem lehet a semmi baja, sőt. És egyébként sem fogok annyit beletenni, mert egyébként, mikor én cukorból ilyenek, mindig kevesebbet teszek, mint amit a recept előír. Ne legyen annyira tehát íves. Nem fog veszíteni az értékéből, mert nem lesz tiszta gej, szerintem. Tehát benne van a cukor, benne van a vaníliás cukor, beleteszek 2 darab tojássárgáját, és akkor majd a fehérjét utólag fölvegyük. Hova tegyem, hogy leguruljon? Szerintem ezt a habverőt én ki is vehetem volna, ugye? Uh-huh. Megadtam.
egyetlen egy dolgot felejtettem el, és ez azt, hogy nem vagyok otthon, a citrom reszelt héját, ezt imádom. De tegyen bele, ne felejtsék el, én most ezt elfelejtettem. Elkészült a tészta alap, Ildikó összeállította a túrótölteléket, miközben a leves felfőtt, így belekerülhettek a burgonya gombócok is. Na, közben a levesünk felfőtt, megnézzük, hogy mennyire kell még ízesíteni, biztos, hogy kell. Még fog beletenni egy kis delikátot, és szerintem óvatosan tehetjük bele a gombócokat. Ezt félre rakom. Teszed, vagy tegyem? Teszem. Jó? Uh-huh. Óvatosan. Úgy szeretem, akkor így. Jó, össze is kapta egyből. Össze is kapta egyből, igen. Nem málik széjjel. Hát meg ugye ennek mi főzés kell, gyakorlatilag a tojás, semmi más. És akkor a végén szépen behabarjuk. Ugye megnézzük, kavarok rajta egyet, mikor beszakadtam, hogy esetleg ugye van még ott nekünk gombóc alapanyagunk, hogy tegyünk-e bele, hogy jó kis sűrű tartalmat. Sűrű, így van. Ennek körülbelül ennyi is tesz. Szerintem tegyünk még bele a gombócot. Jó. Szerintem gyorsan szaggatunk még bele. És ezt annyira nem is zubogtatnám, sőt én már... Mert ennek gyakorlatilag semmi főzés nem kell. Gyakorlatilag tartalékon szerintem. Gyakorlatilag tartalékon, és sőt, bele is fogjuk tenni mindjárt a tejfölt. És nézd, Ildikó, tehát ez igaz, a húsgombó, vagy a gombócadag, már szerintem el fog fogyni. Lehet, hogy el fog fogyni, ha. Csak látnék már benne egy kicsit. Szerintem nyugodtan beletehetjük. Azt mondod? Uh-huh. Hát egyébként meg... Elrontani nem fog, ha már erről szól. Azt se akarom, mert egyébként meg nagyon hamar szét tud málni. Nem fog, tehát egyben maradtak a gombócok, tehát nagyon szépen egyben maradtak. És... Elég? Még bele gombócolod, én megcsinálom gyorsan a habarást, jó? Jó, rendben. Hát szerintem ekkora mennyiségben 3 deci tejfő nyugodtan mehet. Egy picit kavarná rajta, mert így a tetején maradt, amit most beleraktam, uh-huh. És esetleg érje. Szerintem elég lesz a gombóc. Ezt az egyet még megmondom, ami a kezemben van, és akkor mert ezek már úgy elég rendesen. Ja, annyi? Ennyi van, igen. Hát akkor azt már nem hagyjuk. Ami belefér. Figyeltem. Jó, liszt. És szerintem meg is vagyok. Ildikó előkészítette a habarást, majd ráöntötte a levesre, addig a túró töltelékhez robotgép segítségével felvertem a 2 tojás fehérjét. Míg a gombócok felfőnek, addig haladjunk a sütemény előkészítésével is. Amíg te megcsinálod, addig én a túrót, hogy hagyjam? Igen, egyébként a túró, ugye benne van a cukor, porcukor, kis a tojás, vaníliás cukor, ebbe 2 kanál. Tudod, mit verjél föl inkább? A fehérjét. Fehérjét. A fehérjét. Jó. Jó? Uh-huh. És az ott van. Azért kérdeztem egyébként ezt a fehérjét, mert én csináltam egyébként fehérje nélkül rétesbe. És akkor ilyen darabos a túrés uh-huh. is, és nagyon jó. Én úgy is szeretem. Éppen csak nem fut ki a levesünk egyébként.
Nagy lángom már szerintem azért. Már az, hogy... Igen, most azért vettem, hogy egy kicsit rottyanjon már egyet, és utána... részemről kész is lenne. Hozzá be egy nagyon pici két kanálnyi zsemlemorzsát, vagy búzadarát is lehet, szerintem. Mind a kettő jó lehet. És akkor az gyors. Is meg vagyok. Közben nézem, mert a levesnek tényleg annyi híja van, hogy nem akarom, hogy széttörjön a kombóc. Közben a tészta alapot tepsibe. Szerintem igen, beleheted. Aha, megköszönöm. Sőt, igen, sőt, már a megynek a felével ki is rakhatod majd a tetejét. Közben majd a sütőt is. Már begyújtottam. Be. Akkor én voltam figyelmetlen. Én ezt aloltam. Én szerintem ez... Fel is rottyan. Fel is, ennek csak ennyi a lényeg. Jó, én nem bántom tovább ezt a levest. Oké, akkor azzal is készültünk. Jó. Itt csak ez a tepsi van egyébként, nekem van ott egy hosszúkásabb, magasabb falú tepsim. Uh-huh. Abban egy picit lehet, hogy magasabb a tészta, ebben sem lesz lapos, mert úgyis fel fog jönni. Hú, nekem mániám, hogy állandóan kóstolok. De ha tudom, hogy jó az íz, akkor is, ha rossz, akkor is. Aztán nem bírom. Ennek csak annyi előnye van, hogy mire kész a kaja, addigra elterítődsz vele. Én teljesen jól lakom, levesünk kész van, folytatjuk a süteménnyel. A mennynek a felét rászórjuk. Egy kis pici lisztelt, amivel szoktad? Zsemlemorzsával? Zsemlemorzsával, vagy búzadára, de most zsemlemorzsával. Zsemlemorzsával. Ne üljön le az aljára a süteménynek. Meg nyilván a vizet is felszívja, vagy a nedvességet. Így van. Csak a felét fogjuk rászórni, mert ez ilyen meg ez a sütemény, ami ronda lesz. És akkor csak finom és ronda. Finom és ronda, és akkor csak így teljesen össze-vissza a felét így rászórjuk. Ez a dongó szerintem két hete itt van. Tudja, hogy mindig jövünk ide főzni. Biztos vagyok benne, hogy szórakozik velünk. Remélhetőleg nem fog megcsípni bennünket. Igen. Allergiás vagy rá? Nem. Te? Mondjuk nem, jobbik eset, de mondjuk azért nem szeretném. Igen, nem tudjuk. Igen, és megint papírtörlő, ez a kedvenc eszközöm. És akkor most jön a túró. Nem fogok sznoboskodni. Tudod, szokták így, hogy gyakorlatilag ilyen galoskákat fogunk rászaggatni, és akkor tudod, szokták így, hogy kanálból kanálba nem érdekel, tehát szerintem otthon sem mindenki tartja be ezeket a nagy etikettes dolgokat. Nekem egyébként soha nem sikerül, elárulom neked. Már mi? Egy kanállal formázni. Nem, mert nem is akarom, kisebb próbálom, de igen, ezek különösebben. És akkor ilyen kis halmokat fogunk rászórni, rákanalazni, nem a szórás az meg volt. Remélem, jól fogom kigazdálkodni, hogy... fussa mindenhová. Igen. Reméljük ebből is marad, hogy a srácok itt ki tudják ezt is... törölni a tálat. Törölni, igen. Gyakorlatilag a sütemény és a kevertész, hát nem is kellett elmosni. Gyuszi meg Zoli ezt tett róla, hogy ne kelljen. Úgyis meg fog nőni a tészta. Bőven elég lesz. Bőven, mert még oda is fogok szórni egy picit. Hova tegyek még? Jó, nem kaparom már annyira ki, mert láttam, hogy a fiúk már sasolnak. És akkor erről jön megint a megy, ugyanúgy, nem baj, ha rámegy a túróra össze-vissza. Ráteszed, Marcs, és akkor én addig hozom a diót. Eltűnt a túrós?
Össze-vissza, mehet rá. Szórhatod? Szórhatod, persze. Szórja. Ahogy esik? Ahogy esik. Úgy se így fog kinézni, hogy rajta van. Tehát... Ez most jó meggyes. Imádom, az egyébként az gyümölcsöm a megy, tehát minden, ami megy és csoki, az nálam már nyerő. A sütemény bekerült az előmelegített sütőbe sülni. Ezt követően Ildikó kitálalta a burgonya gombóc levest. Tálalhatunk, Marcsi, megnézzük a levesünket? Szerintem igen. Próbálok úgy szedni, hogy... Kellett ez a gombóc bele. Tehát először néztük, hogy milyen sok a... Én a lábas méretéhez, illetve a benne lévő lének a mennyiségét néztem. Ez egy egyszerű rántásos leves egyébként, ez az elmaradhatatlan petrezselyemmel. És jó étvágyat kívánunk! Remélem, ízleni fog mindenkinek is elkészítek. Tehát egyébként, ha megnézik időbe, fél óra. De még nagyon hamar kész van. Nagyon hamar kész van. Egyedül szerintem a krumplit kell előre megfőzni. Hát igen. Ahogy igen, az hűljön egy picit, ugye kézzel hozzá tud nyúlni, formázni tud. Így van. És de tulajdonképpen még... semmi nagyon nem kell előre dolgozni, mert nem. Egyszerű, kevés hozzávaló kell bele. Meg amíg felfő, addig megcsináltuk, tudod, a gombócot. Kóstoljuk meg a levest. Kóstoljuk meg a levest, remélem, hogy sikerült. Én egy kis kolbászt is halászok be a kanára. Azért tettük bele. Na, kíváncsi leszek, hogy ízlik. Nagyon jó. A füstölt kolbásznak az íze különleges. Kell bele. Igen, karakteresebb az íze. Igen, amúgy egy kis krumplis leves lenne, vagy nem is tudom, hogy mi lenne. Kell bele, de egyébként lehet füstölt bármilyen hús bordát belefőzni az íze miatt, hogyha éppen nincs otthon füstölt kolbászunk. Jó étvágyat kívánunk a leveshez, remélem, hogy el fogjátok készíteni. Közel 30 perc alatt a sütemény is készre sült. És akkor kész van a süteményünk. Nagyon szépen megnőtt, nagyon jó illata van. Tehát ahogy rákaramellizálódott a fahéjas cukor, a dió, a megy, de érzed is, igen. Nem? Tehát nagyon-nagyon jó. És akkor most elkészítjük rá az öntetet. Most egy kicsit csalni fogunk, mert ugye most nincs arra idő, hogy egy két oroszlát várjunk, mire ez kihűl, mert ugye úgy kellene eredetileg, hogy kihűl a tészta, ráöntjük a csokimázat és majd megszilárdul rajta. Most nem fogjuk, most ráöntjük a csokimázat és akkor folyékony csokival fogjuk enni. Jó? Oké, rendben. Nem tudom ki, hogy szokta csinálni a csokimázat, egyébként én nem szoktam, inkább megveszem a boltba a csoki bevonót, katicát, vagy vannak már ilyen olcsóbb csokoládék. Ebbe úgy írja, hogy legyen 8 kanál cukor, bocsánat, tej. Igen. 8 kanál tej. Három kanál cukor. Adok egy másikat. Jó púposan hagy szerintem. Jó. Kettő kanál kakaó. A cukorból ki is vehetjük a kakaót. Vagy a... Van benne annyi? Van, de szerintem fogom és beleszórom. Szemmel lesz a két kanál. Satszper. És akkor mindjárt fölmelegítjük, és akkor 5 dekal vajat fogunk beledobni. Szerintem akkor is rá tudjuk dobni, amikor már elkezd melegedni. Hol van a kis? Ezt te hoztad. Igen. Te hogy szoktad csinálni csokimát? De egyébként én ilyen ilyet én annyira nem... Én szoktam, én is. Én vagyok ahhoz. Ilyet is? Uh-huh. Igen. És melyiket szereted jobban? Mondjuk ez az igazi. Nem, az én recept, vagy az én receptem szerint olaj kell bele. De jó, jobb mondom, a vaj. Szintén, nem, ezt nem szoktam. De azt mondtam is neked, hogy az ilyen süteményekben oké, krémes süteményekben nem nagyon vagyok otthon. Ennek az is kevés, de... Az én receptem olajat ír, én szerintem jobb vajjal.
Beledobjuk az ötdek a vajat. Hú, ez megolvad rendesen. Ez is fényesíti. Uh-huh. Mennyivel másabb? Tudom, hogy az a vaj most egyébként elég drága lett, ugye egy éve vagy két éve, mikor ment föl ennyire. Pedig tehát a maron és a vaj közt akár süteménybe, akár krémbe átszal. És akkor gyakorlatilag ugye nem úgy van ráintem, mint a tortákra, hogy teljesen el kell, hogy lepje. Hát ezt is ugyan a rusztikus, amivel eleve nagyon rusztikus a süteménynek a kinézete, az összeállítása, ezért. Maga csak is ilyen lesz. Igazság szerint ez ugye hűlve kellene kiszedni, de én úgy gondolom, hogy azt, amit meg szeretnék mutatni, azt szerintem meg fogjuk tudni. Aha, hát igen, a dió kicsit felfogja a szeletelésnek a... Igen, most még nem tudjuk szépen szelni, tehát ez tény. De azért ki megpróbáljuk. Egy PA darabban. Köszönöm szépen, Ildikó, neked, hogy újból különlegességeket mutattál meg nekünk. Önöknek is köszönöm a figyelmüket. Remélem, hogy ötletet adhattunk egy hétvégi vagy akár hétköznapi ebéd vagy vacsora elkészítéséhez. Jó étvágyat kívánok mindenkinek. Jó étvágyat, és köszönöm a meghívást. Mi köszönjük.